17. alkalom, hogy nyomjuk ezt a csodát, srácok. Wounded and tired, Ciri collapsed on a swamp. Some peasants found her and took her to the baron. Továbbra se haladtunk a fő küldetéssel. The young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. De már is mutatom nektek, hogy hol tartottunk. Szép jó reggelt, skacok. Éjjel soká, és a többi, és a többi. Jaj, ez nagyon tetszett, nagyon vicces volt ez a katona. Édes Istenem. Mert ugye mindig mondják, hogy hosszú életet az XY királynak, és a katona már belefáradt, hogy most így az aktuális uralkodót mondja. Arra gondoltam, hogy vannak azok a táblázatok, ahol meg tudjátok nézni, hogy milyen modot használok éppen, milyen küldetést csinálok éppen. Arra gondoltam, hogy ezt kibővítem annyival, hogy odaírom nektek, hogy melyik küldetést melyik streambe, melyik percnél csináltuk, vagy kezdtük el, vagy fejeztük be. Ilyenen gondolkodtam, hogy azt a táblázatot egy kis plusz munkával kibővítem nektek ennyivel, ami szerintem érdekes lehet, ha esetleg valaki nem tudja, hogy most az mikor volt, meg tudjátok azokat nézni, így talán még könnyebb lesz nyomon követni azt, hogy mikor mit csinált a Jánter, azon kívül, hogy látja, hogy megvan. Na, de mit csináltunk legutóbb? Hát elmutatom nektek, mert ez kemény lesz. Hát így nem látok semmit, de így talán már igen. Itt vannak a kis szürke jelek. A szürke jelek azt mutatják, hogy ott egykor egy kérdőjel volt, egy fehér kérdőjel volt, és itt most sötét szürke lett egy csomó minden. Ezt csináltuk legutóbb. Rengeteg fehér kérdőjelet varázsoltunk át szürke kis ikonná, itt velembe, rengeteget. De ezzel még nincs vége. Nagyon nincs vége. Mert még vannak küldetések, amiket kell csinálni velem be. Megnéztem, miután befejeztük a legutóbbi streamet, és így nézegettem a küldiket a táblázatban. Vannak még itt velem be questek, és nem csak annyi, amennyit mi itt látunk, hogy talán nem is másodlagos küldetés, hanem Witcher megbízás, így van, 3 Witcher megbízásunk van, és van még egy kincsvadászat is, de annak is csak egy része szól amúgy velem be. Úgyhogy nem csak annyi van, amit most itt mutattam, hanem vannak még, ezek ilyen random encounter questek, amiket szeretnénk ma még így megcsinálni, és akkor azt lehet majd mondani talán a mai stream végére, hogy na hát akkor velen ipa. Velen kész van, megvan, meg vagyunk vele. Mivel régi területre megyünk, arra gondoltam, hogy kipróbálom azt, amit javasoltatok. Bekapcsolom az ellenfelek felskálázását, ami azért lesz nekem nagyon jó az elmondásotok alapján, mert ha be van kapcsolva a felskálázás, akkor nem az, hogy egyrészt erősebbek lesznek az ellenfelek, hanem ha kisebb questet csinálunk, kisebb mobot ölünk, akkor kevesebb XP-t kapunk. De kisebb mobot ölni nekem ugyanolyan, mint egy rendes mobot megölni, talán egy picivel hosszabb, de azért XP-ben az sokat jelent, úgyhogy azért gondoltam, hogy skálázunk, hogy nekem jobb legyen. Lehet, hogy szívásabb is lesz, ezt most így a mai streamben kiderítjük, de legyen ez egy ilyen test stream. Ha beválik, akkor marad, ha nem, akkor meg kikapcsoljuk. Úgyhogy, hát mit csinálunk ma? Velen, ne haragudjatok, még mindig nem fogunk tényleg a főküldetéssel haladni, azzal meg pláne nem, hogy megyünk Skellige-re. De mellékküldetéseket kell csinálni, mert tényleg, ezt már tudom, hogy sokadik alkalommal mondom el, egy olyan ponthoz értünk el most a főküldetésekbe, ami azt eredményezi, hogy korábbi mellékküldetések megcsinálhatatlanok lesznek.
Tehát nem csak az, hogy tehát hogy itt lesz egy olyan kategória, hogy nem teljesített, hanem konkrétan el se tudjuk azokat kezdeni. Ja, úgyhogy ez lesz így a mai vicserezésben. Szerintem azért jó lesz, mondom, küldetéseket csinálunk, nem csak agyatlan kérdőjelfarmolás lesz, nem úgy, mint legutóbb, bár azért legutóbb se agyatlan kérdőjelfarmolás volt, azért voltak küldetések, de talán a mai stream izgalmasabb lesz az előzőnél. Pedig Siri már vár minket? Hát igen, vár. Az az egy kérdően nagyon zavarolt lent. Ja, hát igen, azt mondtátok, hogy majd csak később tudom megcsinálni, úgyhogy az még ott vár ránk. Szia, Boldi! Na, hát akkor let's go! Csináljuk azokat, amik most így jelenleg itt vannak a zsornálunkban. Mondjuk legyen az útmelléki gyilkosságok rejtélye. Egy névgárdi őrjáratnak nyoma veszett útmellékfalvától nem messze. Geralt figyelmét felkeltette az ügy, mivel a helyi névgárdi parancsnok egy szörnyet sejtett a dolog mögött. Geralt pedig tudta, hogy a császári katonák mindig őszinték és becsületesek jutalom dolgában. Mi ebben már valamennyire belekezdtünk, mert ahogy látom, kiírta, hogy intézzük el a gólokat. Tehát akkor ezek szerint felderítettük, hogy mi történt. Aha, ott még lehet beszélni a parancsnokkal Loretonban. Na hát akkor ezt fogjuk csinálni. Oda elmegyünk, és akkor utána út mellék. Ja persze, mert mi átmentünk út melléken, és akkor azt hiszem az volt, hogy itt valami iszonyatosan erős szörnyek voltak, úgyhogy mentünk innen el. Véletlen ütésre emelte a kezét Geralt. Long live Radovid. Ez jó volt. Ilyen vagy, Triss? Hát én ilyen párti vagyok, de ez a végigjátszás most... Mint hogy én Triss párti vagyok, de ez a végigjátszás most ilyenes lesz. Kőfaragók települését. Ezek szerint itt még mi nem is voltunk. Wow. Viszont nem láttam itt árust. Úgyhogy azért nem álltunk meg. És már vége is a muzsikának. Láttam egyébként jó páran írtátok, hogy úristen, Jántör, hogy lehet, hogy 80 fokos a videókártyád? Hát basszus, úgy lehet, hogy 80 fokos a videókártyám, hogy azért a 100%-on megy. A 100%-on megy egy 3080 Ti, akkor az azért dolgozik ezzel. És hát jelenleg bent van a sarokban, persze nem olyan durván a sarokban, de bent van a sarokban a gamer gép. Úgyhogy annyira azt a meleget nem tudja hova elfújni. Van neki hely, tehát nem vészes, majd megmutatom nektek amúgy, hogy milyen a kis sarkom. De hogy annyira nem tudja hova fújni azt a meleget. Úgyhogy egyébként is meleg van itt a sarokban, ezért van az, hogy a nyáron kb. Klíma nélkül megdöglök. Én is haladtam, amúgy így, sokat gwentesztem, végre vannak speckó lapok, így már egyszerűbb nyerni, ugye? Nagyon jó, hogy mondtátok, nincs felrakva a trófea lóra, és amúgy nem vágom, hogy ez hogy történt. Nem tudom, hogy esetett le a trófea a lóról. Valamikor levettem, de nem tudom, hogy miért. Úgyhogy jó, hogy mondod, elmegyünk először a rejtek helyhez. Szevasz, kutya. Volt trófea a lovon, aha. És azt hiszem mondtam is nektek, hogy azzal kell kezdenem, hogy felrakom a lóra a trófeát, viszont elfelejtettem. You have
return. András, köszi szépen a 13 hónapot. Srácok, peregjenek a szegek Andrásnak. Köszi a támogatásodat. Hol lehet megnézni a táblázatot? Na, sasmadár, szerintem mire kettőt pislantok már valaki belinkeni. Amúgy elfelejtettem beleírni a címbe. Na majd mindjárt berendezzük itt a lovat, és akkor beírom oda a parancsokat. Óvatosan azokkal a dolgokkal, srácok, amik, mármint itt a chaten, azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amik még nálam nem történtek meg a chaten, nem nagyon lehet spoilerezni. És az se lehet, hogy megmondjátok, hogy mit csináljak. Mi az? Ja, és ez a második végigjátszásom, tehát hogy én még nem láttam mindent a játékban. Köszi, köszi, szemez. Köszi a linket egyébként, Connor, meg neked is. Szemez. Pamperam, pamperam. Na, elvileg, ha ide átjövünk, akkor itt lesznek a trófeák. Szörnyekért tapasztalati pont. Emberekért csonkolás. Csonkolás, bónusz arany. Te leszel az enyém. És ha már itt vagyunk, akkor betesszük a Gvihírt. Betesszük a Gvihírt, meg a Tirtohairt. Meg a Mahakamina drágot is. Meg itt van egy csomó kis bunkunk. Ez az igazi boldogság, amikor valaki ilyen jó ízűen, jó kedélyűen tud nevetni a saját fingján. Nagyon igazatok van abban, hogy kardjavítás nem árt. Ez is mutatja azt, hogy elfelejtettem nektek fölírni azt, hogy miben szeretném javítani a felkiáltó el Witcher parancsot. Mindjárt valahova összeírtam, hogy mibe kéne frissíteni a Witcher 3-as parancsot. Mit tudom én hova? Na, ez nem New Game Plus. A piros kardról tudom, de direkt nem javítom meg. Eddig nem volt ellenség felskálázás, most van, mert ebben a streamben teszteljük, és igen, a kiegészítőket is végig fogom játszani. Ez még így hozzátartozik a Witcher 3 parancshoz, csak ezt még nem írtam oda. Pamperam, pamperam. Na, tehát keszeg. Aha. Látjátok? Nincs rajta, de azt hogy? Keszeg, minden jó van vele? Hát ez gyakorlatilag igen, ez a Witcher 3 parancs, ez a gyakran ismételt kérdéseket hivatott megválaszolni. Ez azoknak szól, főleg akiknek ez az első Witcher streamjük itt nálam. Főleg azoknak. Üdvünk mindenkinek, srácok. Szevasz istok, szia Sneaky Snake. Pamperam.
Onortonba kell elvileg mennünk. És akkor onnan elvileg tovább tudunk menni hajóval, de hogyha nem is hajóval, akkor... Max keszeggel, de úgy emlékszem, hogy Onortonnál van csónak. A Nilfgaardi őrjárat parancsnokával kell beszélnünk itt. Move it. Ez olyan, mint hogyha itt lennének olvasni való. Ha. Mi? Férjet keresek! Az istenekre! Nem bírom tovább! Minden jánynak van mátkája, csak nekem nincsen! Szóval, nem vagy túl öreg és kinézel valahogy, fölbírod szántani a fődet, nem iszol, mint a kefekötő, és ami a legfontosabb, akarsz magadnak feleséget, keresd Helandát, hogy összetehessük, amink van. Ezeket szerintem nem olvastuk. Anora kérésem. Hallga! A férjem Johners ott hagyott engem, mint engem meg a pulykát. Összerámolt mindent, amiért valamit, és faképnél hagyott. Minket egy bides szó nélkül. Aki lássa, tegye már meg, hogy arcul köpi helyettem a mocsodékot. Mi is Elandának a telefonja? Új faszobrok köllenek! Villám csapott az asszonyokat formázó faszoborba, ami a pataknál állt, és hamuvá égette. Valakinek új faszobrot kellene faragnia, nehogy a jótevőink haragja gerjedjenek. Akinek van hozzá talentoma, ragadjon véső tízibe. Figyelmeztetés! Hallga! Hollószírt felett térültem, hogy eladjam a portékámat. Az ottani brigantik beleköbdöstek a köcsögeimbe. Aztán a földhöz vagdosták mindet, és még össze is vertek utána a nagy semmiért. Okuljatok a bal sorsokból, és kerüljétek azokat a nyomoroncoknak a tanyáját. A libám nem tojik. Figyelmezzetek, és segítsetek, ha tudtok. A libám nem tojik, pedig alig múlt még egy éves. A csodadoktor azt mondta, kenjen meg a seggit repceolajjal, de mikor megpróbáltam, akkor egy csipet belém, hogy még most is látszik a nyoma. Ha valaki tud biztonságosabb módszert, ossza meg velem. Egy hangot se arról, ami Fike szigetén történt, aki nem tartja a száját, bánni fogja. Ó, hát ugye ők voltak azok az emberek, akik lerohanták... akik megrohamozták a Fájk szigetén. Az őrjáratról hírkelés aranyat hoznak. Ja, és itt a mögöttük a parancsnok. Milán Norán. Fischernek való munka. Saw your notice. Can anyone tell me about the monster? I can. The patrol has been lost. Somewhere along the south shore. Egy őrjárat elveszett, és tudnunk kell, hogy miért. What makes this witcher's work? Some brickmakers live south of here. They call their village Byways. Almost empty now. Many have run away. They speak of a monster which kills. Redanians do not patrol there. That would be foolish. And robbers do not attack Imperials. That would be even more foolish. Tehát kiállt egy falu, és nincsenek ott redániak, úgyhogy valószínűleg szörnyek lesznek. Mert a birodalom számára nagyon fontos a katonai élet, a katonáinak az élete. Beszélgessünk a jutalmamról először. Need more coin. Offers not nearly enough. Mert a 301. Nyomát.
Megoldjuk, persze. Let's see what happened to your patrol, whether there really is a monster in byways. Good, good. Good, good. Ő volt a császár. Na, ez egy 22-es küldetés, ez egy megbízás. Na, ahogy nézem, amúgy ennél a küldetésnél sincs semmi ilyen, hogy mondjam nektek, ilyen easter egg vagy különlegesség, úgyhogy ezt is csak úgy megcsináljuk, a szevasz. Ah, és ott van csónak. Oda elugrunk gyorsan. Ó, jó sok XP-t fogunk kapni amúgy. Oda kell, srácok, hajóznunk. És nézzük csak, mennyit kell menni. Jól van. Hát az a helyzet, Levi, hogy én imádom a játékot. 16-ban játszottam végig. Természetesen az volt az első végigjátszásom, nem maxoltam meg semmi ilyesmi, hanem próbáltam így a tőlem telhető mindent megcsinálni benne, és utána évenként, minden egyes évben elővettem a játékot, mert nagyon-nagyon szeretem, nagy hatással volt rám, és most, hogy jött a Next Gen Update, ugye okazívásra, előről kezdtük teljesen. És akkor most már ez egy olyan végigjátszás, szeretném, hogy legyen, ahol mindent megcsinálunk. És így most már helyén tudom kezelni azokat is, akik ugye modolják a játékaikat. Mert értem, hogy most már egy második végjátszásnál miért modol az ember szívesen vagy szívesebben. Kicsit arrébb kell megállnunk, mert szörny van a parton. Hoppá. Gerált. Na. Kíváncsi leszek, hogy így milyen lesz ezzel a felskálázással. Mondjuk nyomunk egy F5-öt. És akkor megnézzük rajtuk. Mennyire fog ez nekünk fájni? Hey! Aha. Ez egy vízibanya. A szemétje. Aha, hát érződik. Érződik. Durva, miket sebeznek ránk. És most még hílem sincs. Ő is meghalt, aha, érződik, jó. Akkor meditálnunk kell, és azért óvatosabbnak kell lennünk. Tehát rögtön egy meditálás. Tehát akkor most már gúlok is keményebbek lesznek. Jó, annyit csinálunk, hogy elnyomunk egy kaját. Jó.
Gyere! Az a vízi banya most nem tudom, hogy hol volt. Vagy hogy hol van. Nem tudom, hogy mennyi XP-t kaphatunk, amúgy értem. Valószínűleg mint minden egyes szörnyért. Az vízi banyának tűnik. Na, szevasz! Na, gyere! Gyere, gyere! Azt a rohadt! Szerintem nem is mentettem. Basszus! Az a vízi banya az. Az most már kenni neki rendesen, srácok. Jó. Jó, jó, jó leszünk. Tehát én azt néztem, hogy a vízi banya az így fél HP. Kicsit izgalmasabb lettál. Hát... nem mondanám izgalmasabbnak. Mert ugye így pont az jön be, hogy fejlődsz, de sose érzed magad OP-nak. Bármennyit is fejlődtél. Lehet, hogy nem az, amire... Lehet, hogy ez nem az, amire nekem szükségem van. A dinamikus skálázásnak is megvan a hátránya. Tehát még közel sincs kész a buildünk. Ha majd kész lesz a buildünk, akkor lehet, hogy ez jó lesz. De addig nem hiszem. Ja, meghalt közben az a gúl, akit támadni akarta, nem értettem, hogy miért váltott át a kamera. Gyere, gyere! Hát ugye még nagyon az erején járunk a buildünknek, és így... Közel se tudunk mindenkit a szintünkhöz képest ledominálni. De ha majd olyan lesz, akkor nyilván mondom, tényleg jó lesz a dolog. De még ott nem tartunk. Anyone there? You can come out. It's safe now. Senki, Geralt, nem jön elő senki. Ahara, a Witcher. What happened? Nilfgaardians came plundering. Nilfgaardiak ide jöttek fosztogatni. Értékeket kerestek. Who killed them? Couldn't have been you. I don't know. Must have been those beasts you slaughtered. Azt mondja, nem tudom, biztos azok a vadak, akiket te öltél le. Aha, ezek kamúznak. Hazudsz még hozzá rosszul. Még sose láttam olyat, hogy a gúlok jöttek segíteni. This would be the first time ghouls came to help out a village in trouble. At this rate, they'll be taking jobs off the notice boards before long. Was how it was. Quite well on it.
Minek rágódni rajta? Azt mondjuk, hogy kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi. You're hiding something. Rejtegetnek valamit, ki kell derítenem, hogy mit. Nincs itt semmi. Out of my way. Ezek nagyon súnyi alakok, srácok. Hoppá! Tehát egy vajkés volt náluk. Nagy erővel a földre dobták. Belső vérzések. Oda meg nem tudunk bemenni? Aha. Aha. Nincs kidolgozva a textúra? Érdekes. 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 Na, a kis árdrónát rejtegették még itt. Na, itt van még egy. Lángyás útifű. Az állkapocs elég erős ahhoz, mi? Aha. Valami vala az állkapocssal, és most követnünk kell a szagot. A vér szagát. Na, kövessük akkor a vérszagát. Eddig tartott? Az jó. Hát, ha eddig tartott, akkor jó. Mi van a Witcher érzékszervekkel? Ez... Sajnálom, srácok, de csak a... A Witcher érzék 2023 trial-re fizettem elő. Jó, másik irányba kellett menni. Nincs ott semmi. Tracks lead to this house. What happened here? What do you mean? What happened? Még mindig veszélybe vagytok. You're all still in danger, and only I can help. I'm the only one who can rid you of this threat. What do I know? Listen, you. If you don't tell me everything you know, you could all die. Understand? Is that a burden you can live with? There's tunnels beneath the Alagotak húzódnak a falu alatt. Elven ruins. Tünde romok. We scavenge them for trinkets, small treasures. Sell them to Novigrad merchants. No one expected. Ó, itt vannak a tünderomok, alagutak vannak a falu alatt, és el akarták adni a novigradi aknak, kereskedőknek. Kiverték a támfalakat, hogy ráomoljon a szörny a mennyezet, de nem jött össze. Szia, kollektíva. Hogy nézett ki a lény? What did the monster look like? It was dark down below. Sötét volt és nem látta. So how did kill the Nilfgaardians? Akkor hogy ölte meg a Nilfgaardiakat? Couldn't watch it happen. Elszaladt és nem látta, mi történt. Give me the key to the door. You'd go in. Witcher vagyok, tesó. I'm gonna pour wax through its head, tell you your fortune. Now give me. Viasztöntök a homlokára és kiolvasom belőle a jövőt. Ezek a beszólások. Then buried the entrance, but the Nilfgaardians opened it again to look for treasure. Beast killed the black ones and returned to its lair. You wanted to bury the corpses, but their stench lured ghouls to the village.
Now I'm here. Sound about right? 'Tis as you say. Yes. I'm going down there. If I'm gone long, run. Barring the door, nailing it shut resolves nothing. There are other ways out of the tunnels. Gotta be. Jó. Hát le kell nézni, srácok. Mi lehet ott? Mondta Geralt, ha nem jövök vissza hamarost, akkor bizony fussatok innen. Fur shreds. Szörmefoszlányok. Egy ekimara. Itt tanulta a téri álmát, amíg a falubeliek fel nem ébresztették. Itt meg valami, hát nem tudom, valami durva dolog történt ezen az ágyon. A deszkát el lehet mozdítani. És ott vannak a tünderomok. Na, mehet az F5. Érzem, hogy ez egy kemény menet lesz. Az a gond, hogy meditálnunk kell, mert hogy nincs fecskénk. Hoppá! Páncélt átszakították, az ütőeret feltépték. Lehet, hogy nyomnunk kéne amúgy egy macskát. Sőt, ez nem csak hogy lehet, hanem egy biztos. Tehát egy biztos, hogy nyomnunk kell egy macskát. Na, én csak a gombát akartam felszedni. Az komoly. Ó, igen! Ó, igen! Szaraszti! Azta! Gyere! Gyere, szaraszti! Hú! És pont lejárt a macska. Nagyszerű. Blood Ed. És elkimaradt trófea. Hogy levágta. Na és beszélnünk kell Bitomirral. Mindjárt beszélünk. Csak előtte még lootolunk. Hopp, hopp, hopp. Luna. Ez szerencsére könnyedén ment, srácok. Azt mondták, hogy itt nagy lootok vannak lent, de hát azon kívül, hogy gombát szedek. Annyira nem nagy loot ez. Ez elkémara az itt bujkált, ebbe a kis ódúba. Azt hittem, hogy több alagút, tehát azt mondták, hogy alagútak vannak, hát ez most egy alagút. Ez egy kis alagút. Aha.
Ja, itt mentünk fel. Erre. Jó. És ilyen paraszt emberek nem tudnak számolni. Hát én azt hittem, hogy valami nagy hálózat lesz itt, de... Csak így lejöttünk, azt ennyi volt. Az istenekre életben van. Egy szendergő, a Ekimarát találtam odalent. An Ekimara? Vampire. Won't trouble you again. You cut off its head. Drive a stake through its heart. Igen, pont így történt. Levágtam a fejét, meg karót döftem a szívébe. Ekimara aren't known to be loners. We didn't hire you. Still, seems you deserve a... You bet I do. Pay up. Farewell. Nem fizettetek meg, de azért megérdemlem, szóval fizessetek. 210 korona, 22 XP. Hoppácska. Keszeg nem jön ide, srácok. Büdös neki ez a hely. Ha olyan nyuszi, mint a gyaloggalopba, akkor itt képzeld amúgy kollektív, hogy van gyaloggalopos referencia, pont a nyuszis referencia itt a játékban, méghozzá velembe. Ezen a részen, itt valahol, emlékeim szerint, valahol itt. Azt hiszem amúgy, vagy Toterásztól nem messze, valahol ezen a részen. És pont a nyuszis referencia, ott van valami, hócsermei nyúl, vagy itt tudom én, valami ilyen havas neve van, és fehér nyuszi ott áll a hullák fölött. Run, Roach. Szép spoiler? Ez csak easter egg. Meg már mutattam. Jó fele megyünk amúgy, srácok? Na persze, hogy jó fele megyünk, csak itt nincs komp, úgyhogy át kell úszni. Van olyan mód amúgy, hogy keszeg egy kicsit jobban bemerészkedik amúgy a vízbe. De olyat nem raktam fel. Szóval itt átúszunk, gyors úszással, és akkor keszeget meg a túloldalra áthívjuk. Na gyere, keszeg. Move it. Keszegnek minden undora van. Szóval egy 7 éves játékban? Hát attól még... Ha valaki nem látta a mit tudom én, egyik Star Wars sem, és azt mondod neki, hogy Luke apja Darth Vader, attól, hogy 7 éves, vagy akárhány éves a film, attól még spoiler, hát érted? Igaz, hogy az északi nők három havonta csak egyszer fürdenek? De amúgy igazad van, Codex, aki 7 éve nem játszott a Witcherrel, és most kezdi el, vagy még most se kezdi el, akkor az nem valószínű, hogy pár év múlva fogja elkezdeni. De ettől még spoiler. Hát még nem lehet a chaten spoilerezni. What brings you here? Nem véletlenül van ott az a tech, hogy no spoiler. Ezen felül meg kár is izelni. A vampire was terrorizing the village. This is why they did not return.
Ikimari are tough, even for a group of soldiers. We will bury them with honors. Hősök voltak, oda mentek fosztogatni a katonák. Azt mondja, hősök voltak. Bám! A level 18, tudjátok, hogy mit jelent, srácok? Az, hogy lehet craftolni. Lehet craftolni sokkal királyabb griff páncélzatot. Most már legális? Igen, most már legális. Úgyhogy arra gondoltam, srácok, hogy elmegyünk rögtön egy kovácshoz, és lecraftoltatjuk vele az upgrade-et. Hát ez amúgy ilyen, tehát, hogy... Tudjátok, én is sok mindennel szeretnék játszani. Nekem... Hát egy átlag gamerhez képest több időm van úgymond játszani egy játékkal. De még... Így is egy csomó minden, ami már megjelent, még a listában, hogy milyen szívesen játszanám őket. Ott vannak az AC-k például. Ott vannak még az AC-k is. És már örülök, hogy... Például egy Origins-t sikerült végigjátszani. De jobban örültem volna neki, hogyha előtte még a többi játszét is végigjátszom. És valószínűleg sose lesz olyan, hogy azt mondhatom majd, hogy na, most végre utalértem magam, minden olyan játékkal játszottam, ami már egyszer... Tehát ami már ugye megjelent, és nem várok éppen valamire. Tehát, hogy olyan szerintem sose lesz, hogy azt fogom mondani, hogy most akkor meg vagyok mindennel. Szegény AC Origins volt eltéve a V3 miatt. A Warcraft 3 azzal? No csak szemelsz. Az Odysseyt is várom. Ha most nem vicsereznénk, akkor valószínűleg az Odysseyt pergetném. Tehát amit így benekostoltam ugye tavaly év végén, hogy megmutassam nektek, hogy elkészült hozzá a magyarítás. Nagyon kell tűrtőztetnem magam, hogy ne a Witcher 3-mal párhuzamosan nyomjak AC Odysseyt. Az AC-kat nem játszanád végig? Én igen. Sőt, noha egyszer már végigjátszottam az AC-2-t a Brotherhood-dal, úgy noha nem streamben, azt végigjátszanám még egyszer. Gideon! Ma fejezted be a Ragnarököt? De zsír. Az egy nagyon jó kaland volt nekem. A God of War-ok. Én tavaly játszottam végig a God of War-okat. Az első, tehát a 2018-as az év elején. A Ragnarököt meg év végén. Hát ez a tavaly év, az egy nagyon fantasztikus év volt. Egy Elden Ringgel kalöltve. Előbb-utóbb a Witcher-ben is véget. Ja persze, Liderni. De hát akkor meg azt lehet majd mondani, hogy a 2023 is egy csodás év volt, mert a Witcher 3-at sikerült 100%-olni. Tényleg Leaderdi amúgy vissza kellett utasítsam a Discordos bérletedet, mert nem írtad oda a hashtaget, és így nem tudtam neked adni Discord bérletet. Úgyhogy nyugodtan kérd ki megint, csak ne felejts majd el odaírni azt a hashtages részt is, ami a Discord profilod. Need some armor. Én kimaxoltam az apuka sztorit, így van. Na.
Le tudjuk craftolni a hatékonyabb grief csizmát. Meg kell nézem. Grief csizma. Aha. Tényleg annyiba tér el a grief csizma, hogy 14-jel több páncélt ad, 1%-kal nagyobb lesz a jelerősség, az ellenállás a sebzés ellen, a leütéssel szemben, és a vágott sebzéssel szemben. Jó. Nem szándékoltad ezt a pontváltást és meghívást automatizálni? De amúgy király lenne, Connor. Király lenne. Ha van ilyesmi, akkor én szívesen automatizálom. Amúgy most annyit akarok csinálni, hogy csinálok egy képet. Hogy danolászott itt mellettünk a csóka. How can I help you? Na várjál. Hát érdekes kiejtés. Játsszol Egwintet? Take care now. Srácok, hát itt nem hiszem el, hogy pont őt hagytuk ki. De amúgy ővel úgy is beszéltünk volna. Mert neki van questje. Csak az szkeligés. Na szóval lecraftoljuk a hatékonyabb grief csizmát. Jó. Ez megvan. Jöhet a hatékonyabb grief kesztyű. Hát ez szívás, mert bőrdarabok kellenek. Ó, basszus. Jó. Nézzük még, hogy mi kell. Tehát, három bőrdarab, ezt most fel kell írnom. Amúgy valószínűleg, ha beraknám, hogy rögzítsük, mint recept, akkor az is segítene nekem. Na, három bőrdarab kesztyű. Na, akkor mi kell még nekünk? Hatékonyabb griff páncél. Szörntól. Aha. 5 szörnytól az kell a páncélhoz. Ha valaki tud segíteni abba, hogy hol vehetek, vagy honnan szerezhetek szörntolt, azt nyugodtan megírhatja. Hol szerezhetek most, ami így a legközelebb van? Most ugye a véres báróéknál vagyunk. És még kell keresnem nadrág. Na, ahhoz is bőrdarab kell. Még, tehát hogy 4 darab. A hárpiákat kell ölnöm? Hárpiák, aha. Hárpiák, ők nagyon... Nagyon kevés hárpia van itt Velen és Novigrad környékén, igaz? Tehát, hogy az inkább ilyen Skellige. Na. Nadrág. Hol az ördög fióka van, ott van pár. Baziliszkusz is tudom. Szétszedsz részeket, és akkor is kaphatsz. Aha. Aha. Ez szívás, hogy csak a cipőt tudtam lecraftolni. Adhatsz linket, igen, Istog. Azt hiszem amúgy, ha ide jövünk, akkor itt kiírja. Aha, itt írja, hogy mi lesz miből. Ezüstérc, aranyrög. Monster Feather. Na nézzük. Grief szem, grief tollak. Na nézzük. Tehát ezeket a valószínűleg az egyébnél kell keresni. Itt a sok könyv. Igen, a pipából farhönk lesz, ezt jól láttam. Hamu, zsineg, keményített bőr. Ez amúgy csalás.
4 bőrszívból tudsz egy bőrdarabot craftolni, ha az van. Aha. Ó, ez jó tip. Mindjárt megnézem. Na ez amúgy jó lehet nekünk. A lóbört azt szét lehetne szedni. Most már ez szerintem szuper lesz, Tiderli. Annyi még, hogyha esetleg nem vagy a szerveren, akkor érdemes felcsatlakozni. Na, ott van. Bőrdarab? Na, tessék, régi birkabőr. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát a bőrdarab probléma az most ezzel meg is van oldva. Ez a régi birkabőr, ez nagyon jó. Aha, igen, Last of Us sori első része. Már nézhető, bizony. Bizony, ez nézhető, és csináltam is nektek egy ilyen spoileres kibeszélő threadet a Discordon, és akkor ott nyugodtan megoszthatjátok a dolgokat. Jó, a másik az, hogy szörnytól kell nekünk. Szerintem az itt nem lesz. Nézd, mert tengeri kajló, fekete gyöngyök. Itt nagyon sok bőrdarabunk van, azt nézem. Mármint, hogy lehetne. Farünk. Festék, bőrszív, vasérc, rost. Igen, amúgy ott van pipa, farönk. Ez is sejem. Aranyrög, ez is trúd. Zafír, rubin. Hát ez valószínűleg amúgy ennyi. Na. Aki szét tud szedni, ő a kovács például, ő tud szétszedni? Need some armor. Szia, gatyász! Meghoztad a kedvem újra a játékhoz, annál egy éve ott hagytam, ahogy átment a másik szigetre, és összefutottam fekete hajú csajjal a király temetésen. Nem tudom, de szerintem az még nagyon az eleje. Hát az még az eleje. Mármint hát annyira nem az eleje, de az eleje is lehet attól függ, hogy haladtál. Na, szétszedés kell nekünk, és akkor ilyen régi birkabőrt néztem ki. És mondjuk egy 8-at szétszedhetünk. Azt mondja, hogy 15 bőrdarab, 8 madzag, és akkor most már csak szöntollak kell lennének. Szöntollak kellenek. So long. How may I assist you? Az a nagy alok, hogy most hova lenne érdemes mennem, ahol szörnytollat tudnék szerezni. Need some armor. Ez is 14 páncélt ad, meg egyet a jelenlőségre, meg a többi dologra. Igen, a kesztyű és a nadrág szerencsére így most már craftolható, így van. Ez elemi ellenállást is adott a nadrág. Mondjuk az a szörny, ami múltkor megalázott, az egy griff volt? Aha, ja, az egy griff volt. Az most is megalázna minket. Azt akarom megnézni, hogy változott-e valamit a felszerelésünk. De bosszút állni? Hát, az még nem menne. Bármennyire is szeretném. Hát én csak előről néztem meg amúgy. De szerintem itt még nincs különbség. Nadrágnál, cipőnél és kesztyűnél még nincs különbség a sima és a hatékonyabb között. De ezt nem merem biztosra állítani, de úgy néz ki.
Ja, akkor majd még kell szereznünk valahonnan szörntollat. Jó. Majd meg lesz ez menet közben. Én a mondó vagyok. Na, eszünk egyet. Megélezzük, és akkor mehetünk tovább. Na. Tehát küldetések, Witcher megbízások és Honorton fenevadja. Honorton lakóinak volt egy kis gondja, olyan, amit csak egy Witcher oldhat meg. Egy szörny, amit egyszerűen csak rémségnek tituláltak. Járta a rengeteget a falujuk közelében. Geralt úgy döntött, megnézi, miféle fenevad is az valójában, aztán megöli. Viszont a sarokban Velennek van egy félsziget, ott van egy spawn hely. Ó, ez jó tudni. Itt akkor ez erre felé? Erre felé itt gondolom. Bár az is lehet, hogy erre gondolsz. Vagy ez az alsó szigetcsoportra gondolsz, vagy a felsőre. Négyszer végigvitted. Az komoly, narancs. Az komoly. Oda is van írva a travel pontra? Igen. Ide? Várja, oda van írva, hogy Harpy a vadász terület? Komolyan. Lentem? Ja, látom! Látom! Olyasfajta hely, ahová csak a nagyon bátrak, vagy a nagyon ostobák teszik be a lábukat. Látom. Oké, látom. Azt hittem, hogy a szigeten volt odaírva. Jó, köszi szépen, köszi, így most már megvan. Aj. Annyi teendő van basszus a játékban, hogy nehéz egy útvonalat összerakni így a fejbe, ami így folyton változik. Szia, Anna. Na, ügyes vagy. Szóval, most azért fordultunk vissza, mert hát ki mondana nemet egy pár kör Gwyntnek, ugye? Játszol Gwyntet? Hát persze, hogy játszok. Up for a few rounds of Gwent? Na, szuper. Mehetsz. Mehet. Azta, hát ő a szörnypaktival nyomul. Na. Ez például rögtön kimegy, mert ugye azt csinálja a vezérlapunk. Deathmoldot is. Kirát, először Kirát megpróbáljuk kicserélni. Na hát nem lett a legjobb, de azért nem szar. Jól játszik a csaj, szia, azt mondjátok? Hát akkor megnézzük először őket, mondjuk az íjászokkal. Ez nem egy jó kéz. Valószínűleg el is fog minket verni elsőre. Na, egy égetés. Arra kász, a behemót. Ez elég kellemetlen, de várható volt. Na, most kell azt mondani, hogy köszi szépen. Három lapja van. Ez egy elég ostoba lépés volt tőle, hogy a lapjai nagyját a kezéből húzta ki, nem a pakliából.
Ez elég szívás neki. El is passzolta. Hát most ugye itt az a szívás, hogy... mi kell játszani egy legendás lapot. Na. Nagyon jó, hát ez konkrétan best lap, amit így kaphattunk. Na hát akkor kezdjünk Yennefer-rel. Hát ha elsüt egy napsütést. Én bízom egy napsütésben. Húzunk egy hatost. Na mit mond ő erre? Az igen. Az erdő asszonyait lehúzta. Ez mondjuk szívás, mert ezt a pakliából húzta, nem a kezéből. A maradék két lapot. Szerintem még mindig lehet amúgy égetése. Nyomunk egy ilyet ide. Ja, az nagyon szívás volt, hogy a kezéből levő lapokat játszotta ki. Ja, ilyen neki is van. Fel kell, hogy adja, ugye? Arra játszunk, hogy feladja. Na nézzük. Rakjuk őt is. Na jó, és akkor ezután ugye már nem tud mit csinálni, tehát passzol. És ezzel igazából letesszük ezt. Mutatjuk, hogy mekkora királyok vagyunk. Nem nyerhetnénk, de nyerünk. Ja. Ha ezt a lapot nem húzzuk fel, akkor nem nyerünk, sajna. Hú. Villásfarkú, kaptunk egy olyan kártyát. Áó! Na, amúgy beszéljünk vele, ha már itt vagyunk. Érdekes kiejtés. Köszi. Ortskellig. Ortskellig. Spent my whole childhood in Holmstein. Why do you leave? Always had a liking for the smithy. I'd sit there all day taking things in. The heat of the furnace, the smell of the kiejtés. The pounding hammers. Tetszik. At 17 winters, my dad told me he could teach me no more. Sent me out there into the world. Bid me to hone my craft. A few years on, I had my master crafting papers. Then the war broke out, and I landed. Megszereztem mesterlevelét, és itt kötött ki. What are you selling? What's good? A megduplázás a közelharcira azért jó volt, mert hiába tettem volna máshova, a legerősebb érték az utolsó körben a közelharcnál volt, és azért tettem egy duplázást le az elején, mert hogyha lerakom a két közelharcit, ami megduplázza az értékét, mert párban vannak, attól még fel tudja égetni azokat a lapokat, és időhúzásra tartottam, hogy a legvégén kelljen a közelharci lapokat leraknom, és akkor hát, ha nem égeti fel. Nem éget fel egyszerre kettőt. Igazából a döntés mögött ez volt. Itt is van. Ez az. A szörnytól kell nekünk, akkor ez nem az. Amúgy ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Várjatok csak. Na. Tehát. Páncélt kell készíteni. Igen. És akkor ide jövünk a hova. Ez nincs kijelölve. A kesztyű az ki van jelölve. Leszedjük. És a melvértet rárakjuk. Hatékonyabb griff páncél. És ha oda kerülünk, hogy valaki árulna neten szörny tollat, akkor azt meg tudjuk venni.
lehet, hogy eladtam a griff tollakat, istong. Mert hogy ilyen nálam már nincsen egyáltalán. So long. How can I help? What is? Ja, hát itt nála nincs semmi olyan. Nála nincs semmi olyan. Take care now. Ja, hát igazából itt a Gwent egy roppant egyszerű kártyajáték, abból a szempontból, hogy például egy Hearthstone-hoz képest, vagy szerintem például egy Gwenthez képest, a Gwent nagyon egyszerű, legyen több pontod lerakva egy adott körbe, mint az ellenfélnek, és néha hagyni kell, hogy az ellenfél nyerjen. Most nézd, hogy Eki maradt trófea van most már az oldalamon. Nagyon nagy alapja a Gwentnek, hogy hagyni kell, hogy az ellenfeled nyerjen. Hát most csináljuk akkor a Honorton fenevadját. Nem lehet kicserélni, hogy mindig lecserél az új trófeádra? Nem baj, hogy lecserélni, meg nem megnézem, hogy az új trófeám mit tud. Amíg nem írom bele a parancsba, addig elmondom nektek amúgy. Azért piros a kardom, mert az csak pár damage, és hogyha majd nehéz lesz a játék, amikor érzem, hogy szívok, amiatt, mert nem javítom meg a kardomat, akkor majd megjavítom. Jelenleg nullás sebzéssel is amúgy sebez, tehát hogy ott van. 34-jel kevesebbet sebez. Tehát, hogy ez bőven jó. Ha nullát sebezne, akkor azt mondanám, hogy ja. Meg már amúgy 50% alatt ezt mutatja. Ja. Ha úgy lenne megcsinálni, hogy nem sebezne semmit, akkor több értelme lenne. Mondjuk akkor is több értelme lenne, hogyha nem 50% alatt lenne piros, hanem mondjuk 50% alatt sárga lenne, és 10% alatt meg piros. Pont beledodzsolt a sebző érdembe. Not a living soul in sight. Something evil's been here. Necrophages appeared after. A nekrofágok később jöttek, ahol a macska és a farkas játszik. Na várjatok, ez viszont már egy olyan dolog, ami én úgy emlékszem, hogy ilyen kapcsolódósdi. Így van. Most kaptunk egy olyat, hogy ahol a macska és a farkas játszik. Na, azt mondják, hogy ennél ahol a macska és a farkas játsziknál itt érdemes felvenni egy bizonyos setet. Itt érdemes felvenni egy bizonyos setet. Jó, és már látom, hogy hogyan kell döntenünk, hogy még egy questtel tovább tudjunk menni. Jó. Na, először is megnézem, honnan lehet ilyen Feline Armort szerezni. Ezt most meg kell, hogy nézzem. Feline Armor. Egy pillanat. Ja, hát igen, ugye ez alapból egy varázslós build lesz.
alapból egy varázslós build lesz. Ferine Witcher Gear. Ez elvileg egy... Ez egy... Ez a macska set. És macska setünk még nincsen. Az lehet, hogy ez a Feline, ez azt jelenti, hogy macska set? Macska féle. Jó. És akkor azt kéri tőlünk, a játék, mármint, hogy nem kéri tőlünk senki. Azt javasolják, hogy érdemes felvenni ezt, mert ezzel tudok nektek érdekességet mutatni. Tehát le kell craftolnunk a macska setet. A macska setet egy helyen lehet összeszedni, az alap macska setet. Nem tudom, hogy oda tudunk-e menni. Úgyhogy... itt van ez a quest, és most félbe is hagyjuk. Necrophages tore the body apart. Can't say what killed him though. Igen. Én most lootolni akarok, nem nézelődni. Mert akkor most azt fogjuk csinálni, hogy elmegyünk és összeszedjük a macska szetet, és akkor azután csináljuk meg ezt a questet. Szerintem érdekes lesz. Ó, pedig ez egy nagyon jó game, Steven. Na. Szóval az a helyzet, hogy a macska szethez el kell mennünk éjszakra. El kell mennünk éjszakra, és nem is tudom, hogy amúgy mennyire lesz nekünk ezt könnyű vagy nehéz megszerezni. Úgyhogy egy pillanat, ezzel nem számoltam. Az se tiszta amúgy számomra, hogy akkor most a teljes set kell rajtunk legyen, vagy csak egy darab, de hát az a legegyszerűbb, az a legtisztább, ha a teljeset vesszük fel. Ha. Van crossbowjuk, van, itt-ott van Silver Sword, Steel Sword, crossbow, armor. Hát... És az van a gyalog, hogy... Ugye... A... Macska Witcher set... megszerzése... az egy főküldetés alatt... történhet majd meg. És ott mi még nem tartunk. Jó, akkor szerintem félretesszük ezeket a küldiket. Félretesszük ezt a questet. De egyébként ez a megbízás questünk... ez szerintem így meglett. A Honorton. Legalábbis én most nem láttam sehol. Bár azt írta, hogy csak frissült. Bocsánat amúgy, hogy így motyogtam magamba, csak tényleg agyaltam azon, hogy hogyan kéne megcsinálni ezt a questet. Honorton fenevad. Ez egy megbízás volt. Hát én most nem látom. Honorton fenevadja.
Nem is tudtam rányomni, hogy trackelje egyébként. Ez nem tudom mennyire gond. Basszus. Vagy átalakult amúgy a küldink? Nem, nem alakult át a küldink. Nem látom azt a questet, amit az előbb csináltunk. De fura. Hát ez nagyon fura, srácok. Ti ezt értitek? Amúgy várjatok. Megnézem, hogy be tudom-e tölteni a mentést. Aha. Szerintetek átalakult? Ja, amúgy megnézem, hogy miből állt ez a quest, mert hogyha csak annyiból, hogy oda menjek, lecsapjam a mobokat, azt csókolom, akkor valószínűleg ennyi. Aha, igen. Azt írják, bug. Ez a küldetés sosem lesz complete, és eltűnik a questlogból. Jó. Jó. Jól van. Megijedtem, srácok. Megijedtem. Jól van. Jól van. Jó. Na, hát akkor, mint mondtam, ez a questhez egy kicsit később fogunk visszatérni. Csak azért, hogy egy plusz dialógust tudjak nektek mutatni ezzel kapcsolatosan, és ehhez kell majd a macska szett. Mert ugye, hát Geralt a farkas és a macska, meg egy macska. És nekünk kell egy macska szett ahhoz, hogy igazi legyen ez, ahol a macska és a farkas játszik. Hol tartasz a játékban? Felkelt el Witcher 3 lista, és akkor ott meg tudod nézni. Jó, hát akkor mehet a megbízás az eltűnt fivér. Ez már koponyás küldetés. Bár Geraltnak akad bőven más miatt aggódnia, nem felejtett el, mi a szakmája, ami hadd emlékeztesselek titeket, a szörnyölés. Míg szakmája gyakorlására törekedett, útjában akadt egy kontraktus, amely összességében vonzó összeget kínált, ha cserébe felkutat egy bizonyos eltűnt szemét. Igaz, hogy szörnyeket nem említett, de Geralt éppen elég hasonló esetet látott már ahhoz, hogy gyanítsa, itt is felbukkanhat egy, mellesleg pedig ha... Itt is felbukkanhat egy, mellesleg pedig, ha arról van szó, a pénz az pénz. Aha. Na, úgy néz ki, így kell nem teljesítetté tenni küldetéseket. Aha. Akkor viszont ezt a mellékküldetést el sem kezdjük. Akkor viszont ezt el sem kezdjük. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron. Felon. Legalább most már látjátok, hogy milyen az, hogyha nem teljesített lesz egy quest. Then sent her on her way to Novigrad. Na, tehát most nem megyünk el nekrofágokat ölni, és így nem lesz az a questünk se, ahol a macska és az egér játszik, vagy mi az, a macska és a farkas játszik. Let's go. Jó, tehát akkor ez itt marad. És megyünk az eltűnt fivérhez. Az a durva egyébként, hogy
Én annó nem vágtam, hogy mikor lesznek sikertelenek questek, és így nem is foglalkoztam azzal, hogy akkor most visszatöltsek mentéseket. Mi az oka annak amúgy, hogy a Gwent 90%-ban a Google keresőben Gwentként szerepel? Azért, mert a különálló játékot Gwentnek hívják, és aki beszél a kártyajátékról, az Gwentként hivatkozik rá, mint sem Gwentként. A Gwent az a minigame, a Gwent pedig a teljes értékű különálló játék. Igazából ennyi. Azt amúgy majd meg is akarom nektek mutatni, hogy milyen. Én szerintem akkor játszottam el legutóbb, amikor megjelent. És egy próbát mindenféleképpen ér. Hát, hogyha minden automatikus lenne, akkor sokkal több mindent, sok minden rejutna több idő. Kreatívabb dolgokra, mint most így. Hát, hogyha például automatikusan lenne timestamp-elve a YouTube-odok, automatikusan lenne töltve ez a táblázat, sokkal könnyebb dolgom lenne. József, ne égjen a pofád, mert nem vicsereztél. Ez egy ilyen dolog, nem juthat mindenre ideje az embernek. Baldur's Gate 2-t már 20-szor végigvitted? Hoppácska, akkor gondolom a 3 is majd elő fog kerülni idén. Hát ez egy olyan dolog, hogy Red Dead Redemption 2, Witcher 3 azok így ilyen alapművek. Mégis én például a Red Dead Redemption 2-vel nem játszottam. Valaki írta múltkor a cseten, nem tudom ki írhatta, hogy neki van kártyacsomag. Witcher 3-as, mi az Gwent-es kártyacsomagja. Ami tök menő. Hol lehet a kártyákat tanulmányozni? Hát itt igazából, itt meg tudjuk nézni a paklinkat, de hát ez olyan semmilyen. Nem tudom, amúgy szerintem a wikin át lehet nézni, hogyha játékon kívül is akarsz tájékozódni. Az eltűnt fivér. Ez a küldetés már majdnem, hogy a játék legeleje óta megvan nekünk, viszont nagyon magas szintű volt, és még most is az egyébként. Ez egy 33-as quest, mi 18-asok vagyunk. Ha szívás, akkor megyünk innen. Komoly erő kell ahhoz, hogy valaki ilyet műveljen, azt mondja Geralt. Monster tracks. Szörnyomok. Nem lennék meglepve, hogyha itt Witcher ábrák lennének. Jó, lemegyünk. Bár nem szívesen. Egy kis kóponya. Azt mondják, hogy derítsük fel a bányát. Aha, és erre kell menni. Itt vannak a nyomok. Egy mentés. Kapcsolok fényeket, ez azért segíteni fog. Remélhetőleg.
ne szívas, és erre megy tovább a nyom. És hol a láda? Ja, aha, ott van. Oké, tehát ott lesz a láda, és erre kell lemennünk. Ja, hát igazából akkor lemegyünk. Láda ott. Jó, nyomunk egy macskát. Most meg ne... Oké, ott van. Oké, tehát ott van valahol a láda. Lassan fel kell mennünk. Felénél állunk a levegővel. Igaz, hogy van olyan potink, amivel jobban kibírná Geralt egyébként a víz alatt. Lehet azt ugye pluszval be kéne rakni. Azt hiszem ezek ilyen pókok. Mármint, hogy amúgy nem pókok. Vérhús emésztőnedvek, élelem a kicsinyeinek. Aha, itt már szagot fogtunk. Le lehetne menni, gondolom ez a másik irány. Úgyhogy gyorsan mentünk még egyet, és közelebb megyünk. De szépek amúgy ezek a fények. Ahogy világít a fákja, ahogy világít a jel. Nagyon szép a játék. Az anyja nem lehet messze. Hogy szétjönnek a tojások. Na, mehet még egy mentés. Hát ez itt már késő. Ez itt már lehet, hogy késő. A shoe bearing Master Clog's mark. Facipő. Arrakász mérgező. Harassi. Aj, Jézus. Jézus, atya úristen. Asztalat. Nagy a baj.
ez nagy gond. Meghalunk. Igazából már most halottak vagyunk. Mindjárt összeesik Geralt. Behúz a méregbe. Azt a rohadt! Jézusom! Oké. Okay. Normálom nem volt ennyi gond ezzel az enemivel? Hát, igen. Ez nem normál, és 15 szinttel nagyobb enemi. Jaj. Ericus, a venomous one. Ja, már most kezdődik? Milyen kedves vagy! Jézusom. Ez már itt szerintem rip. Hát ez itt elég erőteljes rip. Jó. Ezzel azt érezni, hogy túl cheat a build, hát normálon minden cheat amúgy. Tehát, hogy normálom meg a sztori nehézségen nem nyújt annyira kihívást a játék. Ericus, a venomous one. Ezek a kicsik amúgy egyetlenek. Jó. Ah, és ezt ki lehet kerülni, amikor lő egyet. Kéne ilyen méregellenáros tucat használni. Gyere ide. Fú.
Megint egy kis méreg. Ó, és belementem még a füstjébe. Basszus, és még itt is eltalált. Már nincsen több hílem. És nem is tudtam dodge-olni. Oh. Ja. Jó. Nem ezt az állást fogjuk betölteni. Nem azt akartam, hanem a másikat. Közel volt. Hát a legszívesebb az az, hogy oda fosik aláad. És azzal nem tudsz mit csinálni. Mondjuk, de lehetne, itt lehetne trájolni. Lehetne trájolni amúgy egy, mit tudom én, hány percet, de feleslegesnek tartom. Helyette visszamegyünk, és akkor majd ezt később megcsináljuk. Azért 15 szint különbség az érezhető. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, and sent her on her way to Novigrad. Ja, szóval nincsen olyan szerintem normál, hogy OP build. Normálon nem igazán lehet olyat összehozni, hogy OP build, mert gyakorlatilag minden pikpak hal. Ilyen bélemelete is érdemes fegyverolajokkal foglalkozni? Aha, mindig érdemes fegyverolajokkal foglalkozni. Bombákkal sem. Bombákkal is. Szia, Nikolát. Nyomod a bicózást. A vér frissnek tűnik, de hol vannak a holttestek? Arra kész, mérgező. Kaptunk XP-t. Még egy áldozat. Erre Geralt már nem is mond semmit. Most nyomunk macskát. Hogy jobban lássunk, ha már ugye most úgyse harcolunk az ellen a szörny ellen. Hát igen, nem véletlenül 33-as ez a quest. Nem véletlenül. Nem tudom, itt ilyet most nem írt ki Istok. De nekem is rémlik valami olyan quest, hogy tojásokat kell törni. Ugye ez az elején van. Ez az elején van, itt jöttünk be. Jó. Na hát akkor
ez a küldetés is egy kicsit későbbre marad. Ez is egy kemény küldi. Úgy emlékszem, hogy ugye most kettő küldetésünk maradt velem be, ami ugye itt a questlogba fel van tüntetve, viszont van egy ilyen macskaiskola felszerelés fejlesztési tervrajzok második rész, és az egyik küldi, ha kettő is ide szól velem be, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy elmegyünk oda, aztán oda, onnan pedig megyünk le Todarász mellé, és ott lesz nekünk egy küldetésünk majd Lurcsba. Elvileg. Meg mi nézünk questeket, amik itt velembe vannak. Úgyhogy először megyünk... Haló? Igen. Először megyünk a kesztyűre. Ja, persze, a teljes páncélzatom még nem 18-as. Ez így van. A kardok meg pláne nem, úgyhogy majd azokat is akarjuk fejleszteni. Ott Oxenfurtba egyébként is tudunk majd fejleszteni. Szevasz, coolers, mi újság? Üdv mindenkinek, srácok. Hát igen, most... most falakba ütköztünk. De hát ez ilyen. Ez várható volt. Tudjátok, mire vagyok kíváncsi? Show me what you got. Na-na. Okosan. Nézzek, hát karcolgatnak itt. Úgy érdemes a lovas ellen harcolni. Ez a legviccesebb. Ott a lovas. Szevasz! Fuk! Azt oda mész és leszúrod. Blade, nagyon szépen köszönöm a 64 hónap Prime-os támogatásodat. Üdv újra itt köztünk. Hát a tiszteletedre még egy macskát is ittam véletlenül, annyira írtam, hogy Y, hogy ergessem a szvegeket. Srácok, ergessétek a szvegeket. Ergessétek a szvegeket Blade-nek. Nagyon szépen köszönöm. Mizus Blade. That's it, Roach. Ja, amúgy megint rossz... trófeánk van. Szia, Nicike! Üdv mindenkinek, srácok! Kíváncsi voltam, hogy milyen felszkélelt lovasok ellen harcolni. Kaptunk értük 30 XP-t. 18-as farkasok? Fúj. Ha valami miatt nem akarom ezt a felszkélelést, ezek a 18-as farkasok azok. Én nem látok semmit. Lejárhatna a macska. Van olyan mod. Mindenre van amúgy mod. Van olyan mod. De király muzsika. Ami azt csinálja, hogyha bent van egy barlangba, akkor és elnyomod a macskát, akkor hogyha kijössz, akkor leveszi a hatását. Nem frankó? Na, tök jó, Blade, tök jó. Itt van egy mellékküldetésünk. Akkor még jó, hogy erre tévedtünk. És ez hol van? Itt középen, srácok. Hát itt van az ördög Katlantól nem messze, és itt még mi nem jártunk. Az hagyjan, hogy itt még mi nem jártunk, azt jól láttam, hogy ez egy szörnyfész... Ja nem, azt már néztük azt a szörnyfészket, jó. Na tűnj el, de azonnal, mondja nekünk a csávó. Még egy lépés, és egyel több lesz itt a hulla. Itt meg mi folyik? Mögötted. Oh, you fucker.
to arms! Monsters are coming! Your ass is mine. A segged az enyém! Jó kis algulok elleni harc. Ez, hogy így lepattanunk az algulokra, ez elég idegesítő. Ha te nem vagy, mindjájuknak vége lett volna. Az már egyszer biztos. Easy XP. Ah, tehát ez akkor csak egy encounter volt. Hát befejezted Istok, de nem csináltam meg még mindent a Witcherben, nem? Meg lett 100%-ra? Na tessék, ha nem, akkor még mindig van mit csinálni. Meg az a kedvencem, ami alapból a játékban van, elnyomom a macskát és egy cutscene leszedi rólam, akkor ijatok még egyet. Tényleg? Ezt nem is figyeltem amúgy az előbb. Azt mondja, hogy ez egy random encounter volt. Ennek is biztos van amúgy neve. Ennek a questnek. Nem tudom, hogy mi lehet, de majd amikor átnézem, akkor ezt majd fel kell írnom. Talán jó lenne itt körülnézni. Ott lesz az ott bent. Vizes palac, de a kincs az ez. A hatékonyabb macska kesztyű. És mehetünk tovább. Bár azért lehet, hogy itt még ezeket a hordókat át kéne nézni. Egy gyors kérdés, srácok, mert ez nekem annyira nem világos. A meditálásnál a piák újra töltése csak akkor működik, hogyha van nálunk alkohol. Igen. Aha. A kőfejtő jegyzetei. Vimme Vivaldi rendelésem. 20 tömb 40x70x30 méretre 3, 55x60x40. Megjegyzés, makulátlan kő, zárványok nélkül. Bankpultnak szánják. Megrendelés a végelbát birtokról. Megrendelés. Na hát, 1271. augusztus 18-a. 8-a. Népgár átlépte a határt. Jorge nem jött el átvenni a megrendelését. Semmim sincs, amivel kifizethetem a fiúk munkáját. Azt mondják, összeszedik a szerszámaikat és elmennek Novigrádba. Két nappal később. A Novigrádba vezető út le van zárva. A blokkád a ponton. Redániak az egyik parton, Évgárd a másikon. A látatár lángol éjjel. Füstoszlopok szállnak nappal. Elbarikádozzuk magunkat belülről. Mások is akarnak csatlakozni hozzánk, de nincs elég élelmünk. Így hát elküldjük őket. Másnap. A redániak ránk parancsoltak, hogy nyissuk ki a kaput. Helyőrséget akarnak berendezni a kőbányában. Azt nem említették, hogy velünk mi lesz, és a háború tombol körülöttünk mindenhol. Azt mondják, egy nagy csata készülődik. Itt maradunk. A redáni különítmény kicsi, nincsenek ostromgépeik, és a mi palánkunk erős. Talán feladják és elmennek. Ja, nekem is ez rémlett így a piával kapcsolatban, mondom, hát, ha ti tapasztaltabbak vagytok. Bogarasok kőfejtője. Na, kérdés, hogy melyik irányba akarunk tovább menni. Aha, pont a másik irányba, ahol a nadrág van.
That's it, Roach. That's it, Roach. Pillanat. Igen. Egy questet közben megcsináltunk. Vele beszélhettünk? Vajon? Ismerős a feje. Aha, beszéltünk. So long. Let's go. Na hát ugye most Oxenfordba megyünk. Ott megkeresni a nadrág fejlesztési tervrajzát. Illetve lecraftolni az acél fejlesztett hatékony griffkardot, illetve az ezüstöt is. Innen indultak ma a kalandok. Hogy villognak ott a háttérben a fák. Ne nézzetek oda. Olyan mod is van. Olyan mod is van, srácok, hogy Geralt nem figyelmes azzal, hogy éppen városba vagyunk, és tud menni 100%-kal. Rezged bent. Ó, de jó. Redáni krónikák. Virdánka tünde. Bár a név alapján más sejtenék, egy huncut csepnyi tündevér sem folyt Vridánk király erejében. Kivételes szépsége miatt hívták tündének, no, és azért, mert csodálattal adózott az én Side népének. Ez látszólag ártalmatlan rajongás hosszú távon. Ez a látszólag ártalmatlan rajongás hosszú távon borzasztó következményekkel járt. Gridán király szembeköpve minden törvényt és szokást egy féltündét vett feleségül, méghozzá közrendűt, akit Koviri Beatrixként ismertek. Ez sajnálatos és rövid életű kapcsolat gyümölcse Falka lett, aki később véres forradalmat szított saját atya ellen. Ha bár a felkelést végül elfojtották, és magát Falkát megjelen elégették, a fiatal állam ezután évekre zűrzavarba hullott. Észak vidékei velem. Velem földje, amely Nyugat-Temeriában található, és fővárosa a Gors-Velen, a királyság egyik legszegényebb tartománya. Területén található Taned szigete, amely híres Magia Akadémiának ad otthont, valamint Gors-Velen, amely az egész tartomány kereskedelmének és fejlődésének főhajtó ereje. Velen a Cidarison, Vergenen, Bruggén, Szintrán és más déli birodalmakon áthaladó novigredi kereskedelmi út egyik állomása. A veleniek elsősorban földművelésből, kézművességből és állattartásból élnek. A tartománynak gyakorlatilag nincs semmilyen természetes nyersanyag forrása. Rengeteg őserdő, láp és megművelt erdőterület található itt, viszont legnagyobb részt a mocsarakból és ingoványokból áll. Hát ezért is nem szerették. Oho! Ott a macska jel, Geralt meg is simogattam. Oho! Oho! Nyomunk már egy mentést.
Ez a hely majd később lesz fontos. Basszus. És ez sem működik még, és az is zárva van. Na nézzük csak. Aha, itt volt egy titkos ajtó. Ahol a hatékonyan macskanadránk volt. Jöhetne már a Witcher 4? Hát, az még évek, Isten. Az még évek. Én nagyon sajnáltam annó, amikor megtudtam, hogy a CD Projekt Red Cyberpunkot csinál a Witcher helyett. De amúgy jó lett a Cyberpunk, így utólag. Ki se próbáltad? Aha. Észak-gyöngyei Novigrád. Senki sem állíthatja, hogy bejárta az északi királyságokat, amíg nem látogatott el Novigrádban. Ha muszáj lenne elsorolnom, mi volt rám a legnagyobb hatással tekervényes vándorlásaim során, minden bizonnyal nagyszerű, ugyanakkor szabad várost említeném elsőként. Egy metropolisz, mely érdemes a császárság figyelmére. Egyetlen hibája, hogy a Nilfgaard által hordozott civilizáció felvilágosultsága még nem érte el. Ezért lakatnak kiváló épületei, és pompás kereskedelmi struktúrája mélyén az örök tűz reakciós szektársainak egész hordái. Az embernek az az érzése, hogy a helyi főpap és a templomi gárdája a babonák segítségével tartják hatalmukban a város lakóit. És bőven van kit uralni, mivel a város nem kevesebb, mint 30 ezer lakossal büszkélkedhet. Gyönyörű kikötőjébe sétálva, körülöttünk építészeti csodákkal, nehéz elképzelni, hogy néhány száz évvel ezelőtt Novigrád csupán jelentéktelen tündevároska volt. Amikor a város az északiak kezére került, problémái megsokszorozódtak, mert mint köztudott, Észak népe sok mindenhez remekül ért, de a békés és rendezett együttélés nem erőssége. Így Novigrád először Redániához tartozott, majd Temeri uralom alá került, míg végül vég nélküli egyezkedés és tárgyalgatás után szabad várossá lett. De valóban szabad ez a város? Merem állítani, hogy kevéssé. A redáni befolyás túlságosan is érezhető minden utcasarkon, és a tény, hogy a város Radovid földjén fekszik, magáért beszél. A város utcáit járva 4 vízi malmot, 8 bankot és mintegy 19 zárokázat láttam. Az egyszerű élvezeteknek és igen sok házat szenteltek, kocsmákat és bordélyokat. Novigrád hídbéli elkötelezettségét pedig mi sem jelzi jobban, mint hogy a város nem kevesebb, mint nem tréfálok, 19 templomot állított az örök tűznek. Mi többet mondhatnék? Úgy hiszem Novigrádban megvan, ami a világ fővárosához kell, és egy nap talán azzá is válik. Először azonban valakinek rendet kéne teremteni a falai között. Ja, én is szeretem az ilyen középkori fantasyt. Igen, igen. Ez nálam is ott van. Na, most jön az a rész, hogy így van, egy vevő. Eladjuk neki a cuccokat. Nem szereted azokat a lövöldözős játékokat, ahol Ballet Sponge az enemy? Akkor nem kedvenced egy Division. Hoppá, nincs pénze az árusnak. Jó, és akkor tárgykészítés. Sötét acélród. Na, meg kell néznünk, hogy hogy lehet sötét acél.
acélrudunk. Na. Acélrúdból és sötét vasrúdból. És egyébként ilyet lehet tőle venni is. 21 volt egynek a lekraftolása. Na. Jó, acélfegyver. 56 sebzést tesz ez a fegyverünkre. Ó, és amúgy meg kell nézni. Jó, van különbség. Van különbség a kinézetben, úgyhogy ezt most le kell fotózni. Na, ide állunk. Nyugi. Menj már innen, hát takarod a fényt. Ez az ezüst kard. Ez pedig az acél kard. Így néz ki jelenleg. Talán így jobb, hogyha lefotózom. De jól néznek amúgy ki benne a rúnák. U betűvel lehet előhozni a fotómódot. És erre van valami aha. Amúgy ezt el is felejtettem, hogy mehet a fotómód. Én kontrollerrel nyomom egyébként. Aha. Na. Hát így sokkal jobban látszódik szerintem. Bár nyilván még jobban elhelyezkedhettem volna. Köszi szépen amúgy, Tomi, ez egy jó ötlet volt. Na és akkor most mondjuk neki, hogy csinálja meg az acélgriff kardot, abból is a hatékonyabbat. 5%-ot kapunk a jelenlőséghez, és 56 damage jön. Meg kap pénzt a kovácsunk. És akkor az ezüst kardokból is a hatékonyabbat le kell craftolni, ahhoz pedig meteor ezüst rút kell 2. Hát, oké. Meteor ezüst rút 2. Na nézzük, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Meteor, ezüst rúd és 2. Ezüst rúd és meteorit rúd. És jó, drága amúgy a meteorit rúd. Hát azért vannak itt árak. Ja, az csak sima feather sajnos, Mr. Blaze. Amúgy még nem hatékony. Még nem hatékony, sajnos. És sajnos ez csak itt sima feather. Neki meg szörny feather kell, vagy szörnytollak, ugye? Úgyhogy nem akármi kell. Mondjuk azt adnám a craftolási rendszer, hogy egy tárgyat kétféleképp is meg lehet csinálni. Mármint ezt hogy értem? 70 sebzést kapunk, illetve mi? Azt nem értettem, hogy 10%
Ja, mert hogy ugye most azt kéne csinálni, hogy ebből kiszedjük a jelet. Jó, és akkor most csináljuk meg. Mert upgrade-kor ez nem marad bennem. És ha megnézitek, most már két szoketes lett a kard. Kaptunk sebzést, meg jelerősséget. Alapanyagokat. Ja, értem. Tehát, hogy más alapanyagokból is össze lehessen rakni egy kardot például. Jó. Farewell. Jó, bent vannak a kardok. És most be kell raknunk a rónát. Nekünk a nagy veles kell, a nagy veles. Nagy velesből csak egy van, azért is volt fontos, hogy ezt kiszedjük. Tehát bemegy az ezüst kardban, az 5%-os, és van nem kis, hanem a sima veles, az 3%. Sajnos nagy velesből csak egyet találtam. Sajnos. Azt mondjuk, el is felejtettem amúgy, hogy ezeket össze lehet kovácsolni. Úgyhogy ezt nézzük már meg. Van itt egy olyan fejlesztés. Hát igen, ezt sejtettem. Hogy ehhez még hiányoznak a receptek. És ő árul szerintetek ilyet? Rónakős receptet? Aha. Árul. Hogy ne árulna? Hogy a fenében ne árulna? Igazából most van pénz, megvesszük ezeket. Hát biztos, hogy nem veszünk többet. És akkor azt odaírja, hogy tudjuk? Ezt már olvastad, oké. Okay. Hát olyan kardcraftolás az annyira nem izgat. Én az egész játékot úgy toltam végig, hogy nem használtam rúnakat. Jézusom istog! Hát nem veszed komolyan a játékot. Farewell. Na szóval ugye, ami nekünk kellene az, hogy nagy veles rúnakövünk legyen, de hát olyan nincsen. Mármint, hogy receptünk még nincsen. Na és akkor ez kell nekünk. És akkor inasok fegyverjavító készlete. Wow! Ez, ugye az ezüst Witcher kard, hát már abban jobban néz ki, hogy milyen ott a, milyen kis villás lett ez a része a kardnak. Wow! Elég jól néz ki. Hát itt a vége szerintem ugyanolyan. Igen, a vége az ugyanolyan. Ja, a rúnás kardok rohadt jól néznek ki. Nekem a zöld volt a kedvencem. Ez azért világos kék, mert ugye az a jel erősítő. Oké, itt is a markolat. Mennyire jól néz már ki. Itt is amúgy ez változott. Nem volt ennyire szép. Nem volt ennyire szép ez az acélkard. Na, hát akkor mehet még egy mentés, és akkor megyünk tovább. Tök jó. Move it.
szerettem a... Igen, most már amúgy eszembe jutott, hogy a... Azt hiszem az... Az acélkarnak a, az Iris szerettem. Most meg nem jut eszembe az ezüstkarnak a neve. Na mindegy. Szóval, hogy az Iris szerettem. És az meg piros volt. Ilyen piros effektje volt. Az elég menő volt. Hát ugye most, amit elértünk ezzel, hogy upgrade-eltük az armorunkat, meg a felszerelésünket, kicsit erősebb lettek a kardok, illetve jelerősség. Még erősebbek lettek a varázslások, amit a jelek használtai. Jó. Hát, a tollakkal úgy vagyok, hogy ha most nem is lesz meg, Skellige úgyis még 18-as szint körüli, tehát hogy nem gáz, hogyha mondjuk az a, ez a rész Skelligére marad, mármint hogy az armor. Meg úgyis lesz majd még út közben. Csak a chest rész nincs lefejlett, majd mi az upgrade-elve. De amúgy megnézhetnénk a harpia helyet, bár azt lehet, hogy majd így a stream végén, vagy következő stream elején. Ja, hát persze mire Skellige-re érünk, addig nem 18-asok leszünk. Viszont Skellige az valahol ilyen 10-páras szint. Legalábbis az elején mindenféleképp. Talán jó lenne itt körülnézni. Ez a hely, ez ismerős. Itt... Ide egy quest tartozik. Ha minden igaz. És pont az a quest, amit majd mindjárt akarok csinálni. Spoiler. Így van. Kell egy kulcs. És ezt a questet fogjuk most csinálni. És közben meglett a macska hatékonyabb set upgrade. Egy újabb mentés. És Lurzsba kell mennünk. Valaha az Eves család birtoka terült el itt, és Lord Eves hitvesének Mortilla Lankának a nevét viselte. Végrendeletükben a pár úgy rendelkezett, hogy haláluk után a földjük a jobbágyaikra szálljon. A hálás parasztok falut alapítottak a szabadosoknak, ami első előjárója után a Lurcs nevet kapta. Lurcs korábban az Eves család komornyikja volt. Go. Ez egy vicces küldetés. Vagy szomorú? Én mosolyogtam rajtam. Ezekkel a villogó textúrákkal amúgy tök jó lenne, hogyha kezdenének valamit. Annyit megnézek, hogy nehogy lemaradjunk itt valamivel, így van. Na, ez a küldetés
A küldetés végén mesélni fog nekünk valaki, vagy legalábbis plusz információt fogunk megtudni a Witcher-nek az első DLC-re, a Witcher 3 első DLC-re, a Hearts of Stone-ról. Mindjárt kész a hús, még egy pici kell neki. Hadd érzen a sok barom, mi lakomározunk. Egy konda zsíros malac a semmi közepén. Banditánk elvitték az én aggodalmat, segíts! Honnan szedtétek ezt a sok húst? Itt sámborogtak a disznai mindenfele. És egyet megsütöttek. Kíváncsi vagyok, hogy kapunk-e valami rare szöveget, hogyha megkóstoljuk. Ez lesz a vicces. Vágj ki az úrnak egy szelet malackát. Ne, nem bírom ki, megsütöttétek jaggodáját, a büdös mindenüket. Megint segbe rúgjuk, azt kérdezik. Mi ez az egész? Nem észárolták jaggodát? Megsütötték, rohadékok. Jacob, grab him! Nay, Sean B, help! He hasn't harmed you. Leave him alone. We go all chummy, like. Havarkodtunk veled, sült malacot kínáltunk, és te így? No Crocco's gonna give us orders. Clobber him, lads! Ah, 18-as banditánkok. Tessék. Lalaj, lalaj. Jó sebzésünk volt egy 18-asokra amúgy. Az emberekre legalábbis. Jagoda nyek, megsütötték szegényt. Nagyon szeretetted azt a malacot. Ki vagy te? Én meg Jontek. Hát innen erre felül. Miért nincs itt senki más? Csak Klaus és Igor veszett el. Igor a bolond, aki füvenzza már, Klaus meg az elöljáró. Klaus mindenki ismeri. Elkapta őket a balac, malac bűbáj. Malac bűbáj? Hát, megnézzük a malacokat. Azt mondja, hogy átalakultak a malacokká. A bolondok aranya. Most csak követtem. Jó. Na, tehát akkor küldetés. Velem bentett utazásai során Geralt számtalan bizarr kalandon esett át, de kevés lehet emlékezetesebb annál, amit most elmesélek. Mert ki gondolta volna, hogy egy szokványosnak induló, megálló egy különösen üres faluban, ahol csak pár bandita szólalkozott össze egy helyi figurával, ilyen furcsa módon érett véget. A Witcher biztosan nem, bár megvoltak a maga gyanúi. Külsőre rendes disznó, de a medálom megvadult. Jonteknek igaza van, elvarázsolták őket.
Igen, ehhez bizony varázslat. Hát akkor kiraboljuk őket, nem tudnak mit csinálni. Mármint rendet rakunk természetesen. Semmiféle kirablás, meg ilyenek. Mindjárt jöhet Jontek, csak előtte benézünk más lakásába is. Márha persze nyílik. Yeah, definitely magic. Testes kédveni. Ez szigorúan rendrakás. Csak néha megbotlik a nyelvem. Nem tettek róla. Ott valami elég különös pia is volt. Mennyire rendetlenek itt az ember? Hát muszáj, muszáj. Hát, ha átváltoznak malacá és nem tudnak rendet rakni, akkor Rikivjai Geráltnak segítenie kell. Erbe Senzi, köszi szépen. Köszi szépen a 3 hónapot, csak 2-nek mutattam. És gratula az újabb badge-hez. Meg természetesen köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Eregenek srácok a szvegek. Remélem láttátok. 3-szor balfele, 2-szer jobbfele, aztán köpj, pökj, és még egyszer ugyanaz. Szóval Jondek nagyon fura dolgokat csinál egyébként. Olyan, mintha varázsolna. Ez nem tudom, mire akar utalás lenni. De hogy itt az előbb például úgy sepregetett, hogy nem volt a kezébe, és nem tudom, hogy ez bug vagy feature. Hát ez... De szóval ilyen fura dolgokat csinál Jontek. Láttátok. Jontek? Ami a malacokat illeti. The pigs. They do tényleg elvarázsoltak. Aye, because of the sorcery, it done turned them all that way. So those pigs, they used to be humans. Aye, what did you think? Help them, turn them back. Nagyon vágsz minden tagjában. Nem, csak olvastam, Isten. Egyébként van egy teória videó arról, hogy ő lehet, hogy egy varázsló gyereke. Ó. Mitől változott mindenki malacszám? Odaadtam a kulcsot Igornak, ő összegyűjtött mindenkit, azt elindultak. Miféle kulcs ez? Ez itt a disznólat. Disznól. Láttátok? Tehát egy nagy kulcs, a disznól kulcsa. Honnan szedted a kulcsot? Megmutattam Igornak, és mondtam mindenkinek, hogy menjenek, aztán jól átváltoztak. És hogy örült annak? Körül kéne nézni a disznóalnál. Merre van? Hát arra felé a domb után, mész, aztán ott vagy. Vili? I'll find it. Hát, követni kell a GPS srácok, arra ott, a domnál, aztán mész, és ott vagyunk. Na. Valaki kérdezi majd, hogy hova kell menni, akkor majd én is ezt fogom mondani. Hát itt domnál, aztán mész. Így. Mész, nagyon jó. Még messzelünk egy kicsit itt. Itt jobbra messzelünk. Még jobbrább.
Aztán itt balra messzelünk. Aztán itt jobbra messzelünk. És akkor meg is jöttünk. Hoppá! És azért még pofán csapom. Pedig perizni szerettem volna. Juss be a disznóalba. Nem tetszik ez nekem, én mondom neked, el kéne illani. Az igen, hogy leesett. Haltak, haltak. Még időben elővettük a mi az fákját. Jontek kulcsa végül beleillett. És egy jó kis portál, amit Geralt ugye, mint tudjuk, imád. Imádja a portálokat. Sokan haladtak át erre, és volt valami nehéz dolog is. Itt többen is jártak, kibonszoltak valamit. Rezeg a medál, a malac is falubéli lehet. Hoppá, ez úgy azok, mint te értesz? Na jó, tegyünk egy próbát. Egy új az igen, kettő a nem. Világos? Új. Tessék, egyél egy kicsit. Hoztam neked valami finomat. Scrooge ham nyam. Látom, jól esik. Beszélgessünk. Ui. Ki vagy? Csak a füves ember és az előjáró tűnt el a faluban, akkor te vagy az egyik. Ui. Te vagy az előjáró? You Klaus, the village alderman? Nem. You're the local. Te vagy a helyi fiúes ember? Igen. Hallottam rólad. Igor? Igen. Örülök, hogy találkoztunk. És én Geralt vagyok. Új, nem beszél franciáról Geralt? Nem, nem beszél. Mi ez a hely? Ismeri ezt a helyet. Ez egy templom? Igen. Hát, tehát akkor ez nem egy sír. Hát akkor körülnézek. Igen, itt egy malac popó. Tehát a füves ember van itt. Szia, Astro. Haló, haló. Itt mindenkinek. Fűfoltos ink alatt a gyöngyfüves iszák. Igori a füves emberé lát. F5. Disznól. Így már értelmet nyer. Egy aranypénz az alján. Itt aranyat tartotta. Beszélj a disznóval. Kivonszoltak valamit. Itt többen is jártak. Én... Na, itt is vagyok. Beszélgessünk.
Let's talk. Hol az arany? There was gold here. Mi lett vele? What happened to it? Nem tudjam. Erről beszélnem kell Jontekkel. Azt hiszem értem, mi történt. Egy templomba vagyunk, és volt itt egy kártelé arany. Jontek megtalálta a kulcsot, megmutatta a falusaiaknak, azokat meg elfogta a mohóság. Csak senkinek nem jutott eszébe, hogy az átok védi az aranyat. Vissza kell hozni az aranyat. Jontek talán tudja, hogy hol van. Azt mondta, hogy vi. Whole transformation seems like a mean joke, or else badly cast by someone who tried to do it with their feet. Na, menni kell Jontekhez. Mizu Astronomist. Itt van keszeg. Jó. Itt elvileg, hogyha megyünk egyenesen, akkor ott is leszünk. Most nem követjük egyszer sem az utat. Hát... Jó. Azt kell mondjam, megérte amúgy. Na. Menj meg őket, vagy lemészárolják mind. Azt kiabálja. Nem tudom letenni. Ugye meghalunk. Last one. Village is safe for now. Délután már otthonról melózol. Hoppácska. Jontek? Jó. Aj. Jontek, az átokról. Finally know what happened to the locals. They fell victim to a curse. Hogy mosolyog? Oh, tényleg, és te visszacsinálhatod? Uncurse. Yes, I'll need your help. Igen, de segítened kell. All right. Nem átkoztak meg, miért? Meg kell mondanom, érdekelne, hogy miért. Because I didn't go with it. Nem mentem velük. You didn't take nem vittél el aranyat a templomba. Nem. Miért tennék ilyet? Hol az arany? Some gold was stolen. That's what caused the curse. Know where the gold is? I done hid it. Én dugtam el. Well, you gotta return it. And all the villagers need to be there when you do. Oh. What? Get the gold. Az az arany, hogy gyűjtsd össze a malacokat, találkozunk a malomnál, aztán minden megyünk a disznóhoz. It ought to work. He's gonna save him. I'll get the gold. Gotta hurt the pigs there somehow. Axie maybe? Meg kell axizni a disznókat. Na, nyomtuk egy mentést, és előkapjuk az axit. Get moving towards the mill piggies. Wait for me there. Jó, mennek a malacok. Ezt a küldetést is amúgy idén csináltuk az előző végigjátszásnál. Úgyhogy nagyon frissen élnek az emlékek. Get moving, chaps. Mozgás övék. Egy malac már bent van, három malac is bent van, négy malac,
5 malac, 6 malac, 7, 8, 9 malac. Mind itt van, kivéve Igort. Igor ránk vár. Remember, once we're there, put the gold back where it was. You get the pigs. I'll do the carrying and dropping off. Hogy megmondta nekünk, hogy mit csináljunk? Let's go! A gonda nagysága 9 per 9. Jaja, hát akkor itt eszkortolni kell a malacokat. Szóval, hogy ezt a célpontot nem támadhatod meg, nem is akarom. Haló? Előrébb jövünk. Csak ketten jönnek. Én eszkort szolgáltatásokat kell nekik adni. Védelem. Azt a rohadt! Nekkerek, kemények. Ezek kemények voltak, ezek a nekkerek. Az helyzet, hogy csak a jeleket pakoltam le, nem mentettem. Ezek azért voltak ilyen kemények, mert ugye fel vannak skálázva. Szába a szásdalár. Hát amúgy egyelőre nem érzem azt, hogy hatalmas előny lenne, hogy most itt felszkélelten nem ikellen küzdök. Persze lehet, hogy nem egy stream alatt jön ki. Mutagén. Necker loot. Let's go, move it. Jó, mentünk még egyet. Ó, már egy óra, hát akkor jaj, jó étvágyat, srácok. Még egy mentés. Wait. Ú, de jól néz ki, azt a rohadt. Azt mondta, induljunk, tyúhaj! Jó, csak akkor egyszer kellett védeni. Thank you.
A fekete képernyő. Megint önmagam vagyok, köszönöm néked. Hát csak egy ember hiányzik. Thank you, White One. Hát nem egyedül csináltuk. Jontek sokat segített. Jontek volt, aki idehozta nekünk a kulcsot. Biztos tudta, hogy az aranyat elátkozták, nem akart velünk menni. First one to raise a hand against Yontek loses it. Now, we was just freaks likely to get us. Let's go from here quick. Kibelez minket ez a torszülött. Ooh, thanks. Probably shouldn't go back to the village. Could end badly for you. Need to find another place for yourself. Oh, right. Whatever that means. Godspeed now. Megmentettünk Yonteket, Yontek pedig megmentette őket, de a halálát akarják. Hát ez van. Mizós Ásdelár. Nekem rémlik valami olyasmi, srácok, de lehet, hogy rosszul, hogy egy hasonló barlangban voltam, és ott szereztem egy ementáli nevezetű kardot. Az nem ez a hely, ugye? Az majd másik. Nem vágjátok véletlenül? Az másik. Rendben. Köszi szépen. Tudok mutatni. Az ementeli ez nem egy kard. De. És mivel sajt... Ezért az ennek a questnek a vége, igaz? A tejtermékek és a sötétség krónikája. Ha tippelnem kéne, így név alapján, az az lesz. Jó. Oké, van majd egy ilyen questünk is. Akkor, ez az? Aha. Jó. Azt is vagy idén csináltuk, vagy tavaly, mert nagyon élénken él tényleg az emlékezetemben. Úgyhogy akkor ez egy másik quest. Csak nem tudtam, hogy a malacokhoz kapcsolódik, vagy hogy van, mint van. Na szóval azt mondták, hogy érdemes egy nap múlva visszatérnem hozzájuk. Úgyhogy most meditálunk egy teljes napot. Tudom, hogy így elvesztem amúgy a buffokat, de meditálunk egy napot, úgyhogy mondjuk reggel 7 legyen. Elmegyünk hozzájuk, szia buba, és megnézzük, hogy milyen extra dialógus az, amit kapunk a Hearts of Stone-nal kapcsolatban. Mert nekem ez eddig nem volt meg. Ez is akkor egyik azoknak a questeknek, amit később hoztak be, tehát az alapjátékban nem volt? Aha, igen. Ez is egyik a plusz questeknek. Ez nem volt benne az alapjátékban. Azt nem tudom, hogy hova kell menni, hogy ilyen infót tudjunk. Where'd you come from?
Add a seprút, feldugom anyádnak. Mi a manó? Hála a Witcher mesternek. Háború sosem változik. Ahogy te se lusta vagy, mint mindig. Na jó, egy pillanat, meg kell nézem, srácok, hogy milyen plusz dialógussal volt itt szó. Hátha. Where this quest started, you can overhear a... Na. Na. Elvileg ezek azok a beszédek, amikre érdemes figyelni. Apukámnak is volt egy kardja. És talán itt lesz az a szöveg. Ez az. Átvágtam az erdőn, sötét volt és néma. Hirtelen lépteket hallottam, ahogy mentem hazafelé. Megszaboráztam a lépteimet, erre ő is. Megálltam, ő is. Hátrafordultam, hogy megnézzem. Egy szörnyeteg állt az úton, a pofája összöltve és holt sápadt. Rám nézett, és egyszerre olyan hidegem lett, mintha már a sírba lennék. Aztán mi történt? Hát azt pontosan nem tudom, reggel a saját kunyhómban ébredtem. Na, ez elvileg ez volt az a plusz, ami így a Hearts of Stone-nal kapcsolatos, hogy miért azt így most így hirtelen nem tudom, de aki esetleg játszott a játékkal és él az emlékezetében Hearts of Stone, annak talán ez a dialógus most mond valamit. Mi meg majd rájövünk, hogyha a DLC-t nyomjuk, ugye? Sárkányok nem esznek kutyát. Na, szóval akkor még egy questet megcsináltunk. De hát még van mit tennünk. Na nézzük. Aha. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, amikor a feldölt szobrokat állítgattuk fel. Segítettünk egy öreg asszonynak felállítani a szobrait. Először egy volt, és akkor azt hitte a csaj, szia az öregasszony, hogy mi majd a hátralevő életünkben az ő szobrait fogjuk gondozni. Az ő imádott szobrait fogjuk gondozni. Úgyhogy elküldött minket még másik kettő vagy három helyre, hogy ott is állítsuk fel a szobrokat. Természetesen ott szörnyek védték az egyiket, aztán meg banditák, és hát természetesen mindegyik szobrot megvédtük. Egyiket se hagytuk, hogy megrongálják. És most következik annak az utolsó része. Egy olyan küldetés, ami nem, tehát hogy nem kapunk egy utolsó küldetést. Ezt akkor fogjuk megtalálni, hogyha az öreg asszony közelébe megyünk, hogyha tudjuk, hogy ő hol van. Lehet-e tolni Nexen update nélkül a játékot? Lehet. Lehet tolni. Úgyhogy segítettünk szobrot állítani az öregasszonynak, és most annak a lezáró questjét fogjuk csinálni. Az a neve a küldetésnek, hogy az utolsó rítus, talán valami. Ilyesmint nevet adhattak neki amúgy a magyarban is. Last Rites. Az angol neve. Szegény paci mindjárt kifullad. Eddig tartott.
Come on, Roach. Itt a harmadik felállítás után volt valami. Igen, a harmadik felállítás után még van valami, ugye, hogy megölöd a banditákat, vagy hagyod őket békében. De az ugye lent van nyugat velennél. Én nem arra gondoltam, hanem ez egy olyan dolog, amit akkor tudhatsz, erről akkor tudhatsz, hogyha megtaláltad, vagy hogyha utána néztél. Hiába az Z7 meg a 3080 multitaskingban durva FPS dropok jönnek. Nálam szerencsére nem. Nem csak a ray tracing-el vannak bajok? Hát... istog. Ray tracing-el vannak bajok. Nem tudom. Hát van, amikor nincs kihasználva a videókártya. Elvileg ide kell jönni. Nem tudom, hogy hol lehet pontosan a csajszi. Procival van baj. Procival. Nézzek az én procimat. Ez 11700k. Nézzek, 7%-on zörög. Szerintem ez nem annyira processor heavy ez a game. Ha csak nem egy 3770K-ról játszasz, vagy egy akkörüliről, szerintem nem kéne, hogy gond legyen a procid. Legalábbis egy Witcher-nél, nem hiszem. Come on, Roach. Egy pillanat, srácok. Nem jó helyen keresem amúgy a csajszit. Pedig de. Pedig de. Elvileg itt kéne lenni a nőcinek. Bár én megmondom őszintén, nem itt találkoztam vele annó. Nem is emlékszem, hogy hol találkoztam a csajszival. Hűha. Emlékszem, hogy ezt a questet én csináltam az előző végigjátszásnál, de hogy honnan indult ez a quest? Nem is látok hirdető táblát. Na, mindjárt utána nézünk. Na. A trükk itt az lesz, srácok, hogy este kell menni. De elvileg este kell menni. Ha jól értem. Aha, ott van valaki. Witcher uram, segítsen egy öreg asszonynak. Na. Parfüm kollektor, nézd csak. Itt vagyunk most. És fekete ág fölött itt a hídnál van. A csajszi. Mi a gond, egy szörny zaklat? Nem, egy kísértet. Mesélj rólam. Can you tell me anything more? You see. Jackammer az álmaimban kísért. Jackammer a férjem, illetve volt, amíg meg nem halt a háborúban. A fejtem nem nál áll és jajong. Oly sok évenet, külön, oly bús vagyok odált. Jel hozzám! Én azt mondom, eljövök Jackammer, de csak az istenek elszólítanak, nem előbb. Aztán mondja, hagyd a náci gyűrűd a síromnál, az könnyebbé teszi a várakozást. És ott is hagyta, hagynám, ha nem lenne olyan ijesztő, és rengeteg.
Szóval úgy gondoltam, talán te? Biztos, hogy a férjed kísértettem? Azt mondod, nem ismerem fel a saját uramat. Öreg vagyok, de nem bolond. Nem így értettem. Vannak lidércek, akik álcát öltenek elhalt szeretteink képében. Az álcák például vagy a métejek. Nem, biztos vagyok benne, hogy Jacamar az álmomban beszél a nászunkról, hogyan táncolnunk beletej idején, hogyan öltek meg a redánok Rindénél. Rinde, vagy összekevertél valamit, vagy tényleg nagyon öreg vagy. Az a csata 80 évvel ezelőtt volt. Ó, oh, ja, csak nyelvbotlás. A riviai csatára gondoltam. Gyanús ez az öreg asszony, megteszem. Örömmel segítek, hol van Jacamar eltemetve? Vedd a gyűrűm, ha oda vitt egy gyere vissza jutalomért. Való közepén élek, az unokájával, Lesivel. Most hol a pokolba van? Eltűnt. Lesi, tehát úgy hívják az unokáját, hogy Lesi. Amúgy az első végi játszásban csak olyan főküldéket céloztál meg, vagy csak a főküldéket céloztad meg, vagy volt pár alkalom, amikor kitéltél mellékküldékre. Az első végi játszásban mindent csináltam, ami így az arcomba jött. Gyakorlatilag. Nem is véletlen volt, hogy egy 100 óra legalább belement. De amúgy fent van YouTube-on, vissza lehet nézni, hogy miket csináltam. Ó, az ilyenek mellett annyira könnyű elhaladni. Az összes ilyet a fejlesztők közé tettek, vagy a fanok fedezték fel az összes titkot végül. Fejlesztők? Dehogy is. Hát, azt hiszem pont a CD Projektesek azok, akik... Nem emlékszem pontosan, de mindig, amikor felfedeznek egy... Tehát ők azok, akik keresik, hogy a rajongók felfedezik-e az easter egg-eket, és hogyha felfedeznek, akkor nyilván még tesznek be frissítésekkel még többet. Tehát, hogy rengeteg easter egg van a játékban, fejlesztők szerintem ilyen infókat nem tesznek közé, mert azzal úgymond elveszíti azt, hogy a rajongók felfedezzék ezeket a dolgokat. Szia, Esebát, szevasztok, skacok! Na, és olyan tényleg megtaláltak az összeset? Nem hiszem. Na, azt akartam megnézni, hogy az utolsó kenet ez a küldi. Az öreg asszony épp úgy nézett ki, mint a velen számos más özvegye, de a szeme talán több nehézséget látott életében, mint az átlag. Talán ezért volt, hogy a férje szelleme kísértette, aki évekkel ezelőtt halt meg a háborúban. A kísértet megkérte az asszonyt, hogy vigye el a jeggyűrűjét a sírjához. A temető azonban túlságosan messze volt az idős asszonynak. Így megkérte Geraltot, hogy vigye el helyette. A Witcher szíve megesett rajta, és úgy döntött, eleget tesz ennek a különös kérésének. Na. Jajjá, gyaloggaloposan én is találkoztam. Túl messze van, 100 lépés. Ez lesz Jacamar sírja. Helyezd el a gyűrűt a sírra. Ott van. Ezzel megoldánk. Jajjá, gyanús ez az öreg asszony. Tér vissza az öreg asszonyhoz a jutalmadért. És ugye, ezt a questet akkor érdemes megcsinálni, ez egy fontos info, amikor már Keirának a lámpáját megszereztétek. Mert itt... lehet nézelődni. Mindjárt. A
Végre. Megbocsájtasz nekem? Már megbocsájtottam. Faster. Térd vissza az öreg asszonyhoz a jutalmadért. Most megyünk az unokájához, akit úgy hívnak, hogy Lesi. Lesi. Witcher, mi szélhozott ide? Elvittem a gyűrűt. A nagymamáddal szeretnék beszélni. Nagyi? De hát ő évekkel ezelőtt meghalt. Azt hiszem, kísértettel beszéltem. Miért nem temették a férjem elé? Nem tudom biztosan, akkor még csak kislány voltam. Anyám azt mondta, nem sokkal ezelőtt, hogy meghalt, a nagyi megtudta, hogy a nagyapámnak szeretői voltak. Nem akart mellette nyugodni. Úgy látom, meggondolta magát. Azt akarta, hogy valami összekösse a férjével a túlvilágon. Tőlem kér segítséget. Nézz el, Inni, de te olyan becsületesnek nézel ki. Ha segítettél a nagyinak, akkor jutalmat érdemelsz. Tessék, nem sok, de félek, ennyivel kell beérned. 22 TP. 20 korona. Utolsó kenet. Az ő szájt eszi? Na hát, és ez kész is lett. Az utolsó kenet. Na nézzük, hol van az utolsó kenetünk. Hova rakhatta? Tehát, hogyha az nem az aznál van, akkor úgy van, hogy... Jaj, srácok, ezt... Ott van. Tehát utolsó kenet. Geralt elvitte az öregasszony gyűrűjét a férje sírjához. Amikor azonban visszatért a jutalomért, a nőt sehol sem találta. Megtalálta viszont az unokáját, aki elmondta, hogy a nagymamája már évekkel ezelőtt meghalt, és fizetett Geraltnak a fáradozásáért. Na hát most már ez is megvan. Jó. Na hát akkor mehetünk még tovább. És mivel tényleg itt nekünk már nincs semmi, ami veleni. Semmi. Csak azok, amikkel később akarok foglalkozni, ezért megint bele túrunk a... Nem túrunk bele. 13 óra 19-on, úgyhogy nem túrunk bele. Van kettő küldetésünk. Van kettő küldetésünk még, ami ilyen megbízás, viszont az majd csak Skellige-vel fog bejönni. Van ez a macska és a farkas. Van ez a két megbízás. Jó. Az a helyzet, srácok, hogy velembe már csak egy-kettő küldetés maradt, és ez át kell majd nézni egy kicsit jobban a táblázatot, hogy tényleg mindent megnézzek, hogy így minden fel van víve, és hát nem sok minden maradt. Túl vagyunk 20%-on, túl vagyunk a játék 20%-án, ami tényleg csak a küldetéseket jegyzi. És amúgy ezzel akkor meg is vagyunk. Én visszaadom neked a beváltásod pontját, Smiley, mert oda volt írva egyébként, hogy mire jó. És mivel így, hogy így kiváltottad, nem tudok mit csinálni vele. Discord profil név nélkül, illetve hashtag nélkül, így érdemes elolvasnom még egyszer. Szóval, ja, srácok! Velemben már csak nagyon-nagyon kevés dolog van. És a következő Witcher stream, ami holnap délelőtt lesz,
arra már úgy fogok nekiülni, hogy tényleg az utolsó utáni dolgokat csináljuk velembe, illetve megnézzük majd a hárpia vadászatot, valamint fölveszünk itt mindenféle kérdőjelet, elolvasunk mindenféle táblát, és elkezdjük csinálni azokat a küldiket, amik megcsinálhatatlanok lesznek, miután a főküldetést elkezdeném. Mielőtt azt a főküldetést elkezdeném. Szóval megcsinálhatatlan küldiket csinálunk, és aztán pedig a főküldetéssel is szerintem már a héten haladni fogunk. Hát na, a kérdőjelekkel nem haladtunk sajnos. De azért volt, tehát hogy sztorizás történt. Itt van, úristen. Ez jön majd jövő héten. Novigradot még nem kezdted el? De, elkezdtük. De még az elején vagyunk, és az a helyzet, hogy amikor elkezdtünk Novigradot, akkor nyomtuk a sztorit ezerrel, de olvastam, hogy a küldetés, amit csinálnék, az tényleg megcsinálhatatlan, lehet ez pár küldit, úgyhogy megálltunk, és ezeket csináltuk. Hát ennyit a Witcherről mára. Remélem, hogy tetszett nektek, srácok. Folytatjuk még a héten.